Az izraeli miniszterelnök arra utasította a fegyveres erőket, hogy készítsenek evakuálási tervet Rafah lakossága számára az invázió előtt. Izrael a várost a Hamas terror szervezet utolsó fontos állásának tartja. A bejelentés a gázai övezet központjában és Rafahban végrehajtott légicsapások után történt, amikben több mint 20 ember halt meg. Egyre élesebb bírálatok érik Izraelt a palesztin enklávéban végrehajtott támadásokért. Az amerikai elnök kijelentette, hogy Izrael magatartása eltúlzott. A Világélelmezési Alap pénteki közleménye szerint az éhínség májusra széles körűvé válhat a gázai övezetben, a lakosság felét érintve. Az övezet északi részét nem érik el segélyszállítmányok. Pénteken az izraeli hadsereg azt közölte, hogy légicsapásokat mért a Hamas terror szervezet célpontjaira, megölve 15 fegyverest Hán Yunis nyugati részén.